Bővítés. A nagykanizsai Mit tehetnék érted karitatív ifjúsági közösség megalakítja szombathelyi csoportját. Nikolics Zsanna, a közösség vezetője elmondta, hogy a Vasi megyeszékhelyen hasonló munkát végeznek majd, mint Nagykanizsán. A csoport egyfajta kirendeltségként működik majd. Gelsei Zsófia, a kanizsai csoport vezető helyettese felügyeli az ottani munkát. Fő céljuk, ahogy Kanizsán is, a rászorulók segítése az iskolai kötelező szolgálatos diákok közreműködésével. A csapatnak már megvannak a tervei a következő időszakra. Tervezünk az X-eseknek, ugye az iskolai kötelező szolgálatot teljesítő diákoknak egy olyan programot, hogy az iskolákban is meg tudják bővebben, hogy mi az az önkéntesség, milyen lehetőségek vannak rá Kanizsán, ilyen kis előadásokat vinni az iskolába, és ezt az X-esek fogják tartani. A húsvéti mosolyvarázsunk kerül még sorra, ami ugye az idősek otthonában, hajléktalan szállón, gyerekotthonban, integrált központban egy kis műsor és ajándékozás.